Csácsó, mi csörtészta? Sziasztok gyerekek, üdv a csatornán, Keeper jelentkezik a következő Professional Foreman résszel. Amikor így elkezdek egy ilyen videót ebből a játékból, mindig elbizonytalanodom, hogy talán a következő részben taglaltak nem lesznek annyira epikek, mint az előzők, mert gyakorlatilag eddig majdnem minden részben az volt, sőt, szerintem minden részben az volt, hogy így állejtés volt, és mindig kicsit félek tőle, hogy na, lehet, hogy majd előbb-utóbb fogunk egy olyan dologba ütközni, amelyik nem lesz annyira jó. És talán ezzel nem így fog történni, meg fogjuk látni ebbe a részbe. Az oktatóanyag bemutatja a szállítójármű sofőrjeként, hogyan kell együttműködni a szecskázóval. A kombánytól eltérő módon mindig a szecskázó mellett vagy mögött kell haladni, ehhez erős koncentrációra van szükség az ütközések elkerülése, különösen fordulási manőverek közben, és a termés veszteség megelőzése érdekében is. Az első fordulón a szállító általában a szecskázó mögött halad, mivel az kezdetben a forduló kialakításán dolgozik. Ezután kezdődik a követő mozgás. Minden esetben fontos az azonos sebesség fenntartása. Jó, gyerekek, hát akkor kezdjük szerintem, vágjunk bele a jó kis traktorunkba. Na, ebben van ilyen monitor. Mondtátok, hogy katoljak rá. What the fuck történik ott? Gyerekek, ez már megindult mind a tavaszvirágok. Ja, mondtátok, hogy próbáljam meg ki ezt a kijelzőt. Hát ez szerintem lehet, hogy nem működik egyébként. Várjál! Itt nem fölvillantak dolgok. Nem, ez szerintem nem működik, basszus. Azért az erős lett volna. Nem, ez nem működik, nem biztos, hogy később nem akarták, vagy nem rakják bele. Jó, megyünk gyerekek, nézzük, milyen csodálatos traktorral vagyunk. Hát szuper, egy hatalmas nagy döggel. A mi segítőnk ugye ezelőtt az konkrétan, jó, megyek, baze, allor, ez már neki áll, öcsém, hát jaj, várjál már, barátom, hát megjöttem, na akkor annak meg az akadályozás érdekében, hogy az átömlő takarmány az előlapnak ütközzön, a silózó pótkocsijának van egy felső nyillása, amely lehajtható, úgyis ki ezt a radiális menüben, várjál testvérem! Hát nyomod neki, mint a süket a kekszet. Úgyhogy várjál már, radiális menübe le kell nyitnom. Ja, hogy azt kell nyitni, van egy ilyen homloklap, látod? Jó, oké, rendben. Töltsd fel vele, 50-et. A szecskázó először a fordulót alakítja ki. Ehhez hajtsd a szecskázó mögé, maradj elég közel mögötte, de mindenképp kerüld el az összekoccanást. A legjobb, ha ez a sebességtartó automatikát használod. Jó, oké, rányomtunk a T betűre. Hogy elegendő helyet a szecskázó számára a forduláshoz? Ja, ugye ilyenkor ugyanúgy, mint az előző részben, ugye, én arattam, érdemes egy kicsit lemaradni, hogy ő... Ne! Gyerekek, dudált, hogy nagyon rámentem, nagyon jó. De az nagyon durva egyébként, hogy ássuk be magunkat a talajba. Jó, itt vagyok testvérem, itt vagyok, egy kicsit közel megyek, mert én nagyon fosok tőle, hogy mi lesz. Nagyon adja, tetszik egyébként. Jó, egyébként nagyon jó, mivel ugye úgy van kialakítva ez a T betűs dolog, tehát ha megnyomod a T-t, akkor mindig, ha igazodik a megfelelő munkához, figyelj, ilyenkor itt lemaradok, és most nem dudált, de az nagyon jó, hogy dudál, hogy menj a francba, Éder. Ugye, hogyha a T betűt használod, egyszer lenyomod, akkor mindig az aktuális munkához igazodik, és ez szerintem böszme jó. Jövök, bocsi, én nagyon rajtad vagyok, rád vagyok tapadva, tesó. Szegény, ott bekapcsolt az összkereket, de még így is megrúg a vép. Mármint a szecskázó. Jó, nyomom neki, várj, ezt bezárom, ezt nekem nem kell, jó. Én egy kicsit közel vagyok, várj, lemaradok egy kicsit, hogy ne nagyon irritálja itt a csávót. Aztán most induljunk meg, mint a tavaszi virágok. Ez az. Imádom egyébként a talajfizikát, mindent. Jó. Igazából ezt ugye már mondhatni megcsináltuk, csak most más szemszögből kell ezt elvégezni. És egyébként az is tetszik, hogy vannak ilyen különböző foltok így a kukoricában, attól függően, hogy mondjuk lehet, hogy ott túl sok tápanyagot kapod, vagy kevés nedvességet, és vannak ilyen elszáradt részek. Ó, basszus. Lehet, hogy egy összkereket nem ártad nekem kapcsolni, mert itt meg van kotlava ez a gép, gyerekek. Na, nyomtunk egy összkereket, mert... Bajos. Ó, gyerekek. Szerintem egyébként, amikor így nem ér el hozzánk,
Hogy akkor is szórja, de akkor így elveszik. Azt a betyár gyerek. Nagy a ganyé itt, nagy a ganyé. Jó, hogy nem azt a kicsi traktort kaptuk meg mindezelőtt, mert akkor az a bajos lenne. Jövök, barátom. És akkor ugye elvileg mellette kell majd mennem a következőbe, vagy igazából mehetsz mögötte is, de sokkal inkább érdemesebb mellette. Ott a kutya. Egyébként ott kevergett ez a szecskázó, szerintem ott a kutyát próbálta kerülgetni. Kinézem basszus a készítőkből, még arra is figyelnek, hogy a kutyát ne üsd el. Jaj, már megint dudálgat. De egyébként ez marha jól megvan csinálva, hogy dudál. Na akkor most el kéne mennem mögéd, barátom, úgyhogy készüljél, mert én itt fordulok okosba. Így, és akkor próbáljunk egy távolságot tartani. Jó. Figyeljetek, ott vagyok a szeren. Leginkább egyébként az ürítést kell szerintem megtanulnunk, meg ugye az a durva, hogy lefele úgy nyomja a traktort ez a pót, mint az állat. Konkrétan fékezgetek, nem is nyomom a gázt, hanem fékezgetem kell, hogy ugye ne nagyon lóduljon előre. És az összes keréknyom megmarad, nekem az is rohadtul teszik, onnan érzetek, hogy szét tilporja. Annyira jól néz ki, jaj. Jó, oké, megnyugszom, nem fogom halálra hype-olni a játékot, mert már azt gondoljátok, hogy így figyelj, ilyenkor megállok okosba. És akkor ezt ugye úgy kéne megoldanom, jó. Amíg ugye fordul, addig nekem is van időm fordulni. Testvérem? Jó, ne duráljál! Próbálkozok, most vagyok első munkanapom. Ne szórakozz el, arra mész? Ja, dupla forgód vágunk? Hát bocsánat, nem tudtok. Ne duráljál! Mindig durál! Ez egyébként rohadt jól meg van csinálva, hogy így nyugtalankodik, hogy durál. Hát most fog durálni, az biztos. Kicsit inkább hátra tolok. Úgy. Bocs haver, hát én mondom, kezdő vagyok megint. Kezdő traktorista. Na jó, itt vagyok haver. Figyelj, belső rédetbe, okosba. Nagyon jó, nagyon tetszik. Nem tudom, de valahogy legy vagyok nyűgözve, nagyon bírom. Már kinyitom azt az ajtót. És akkor így bejön a kis frissen vágott kukoricának az illata. Na! Aha, az utánfutó megtelt, és a szecskázó most arra vár, hogy elvégezd a kirokodást, és üresen tej vissza a mezőre. Először csukd be a felső nyílást, hogy ne hulljon ki semmi. Oké, rendben. Várjál, egyébként valamit akartam mutatni. Azt hiszem, hogy így is... Nem, így nem tudsz. Így nem tudsz. Jó, hát akkor radiál menü. És akkor ezzel be kell csuknom. És akkor azt ugye fölcsukódik. Jó. Ez is tök jó, hát ez például megint nincs a farmingbe szerintem. Hajtsa baloldali silóhoz. Oké. Okay. Induljunk meg. Ez az. Van ám súly rajtunk, gyerekek. Jó, nedves a kukorica. Okosba. Figyelj, nézzétek meg a pótkocsi mozgását. Nekem az már lenyűgöző, nem? Ahogy így dölöngél, ahogy így itt tényleg a súly rajt van, és akkor így belemegy egy ilyen mélyebb dologba, akkor ugye bedől egyik irányba. Úgy gyerekek, egyébként elmondom nektek, hogy rúg az első kerék is. Ez halál komolyan. Nagyon életfű, nagyon tetszik. Érezni basszus, hogy annak egy ilyen rohadt nagy súlya van, hogy konkrétan így egy ilyen hatalmas gépnek kell itt elhúzni, főleg amikor a belső nézetben vagy. Egyébként nagyon jól megjegyezte valaki, hogy hatalmasnak tűnnek a gépek. Főleg, ha kiszállsz, akkor, meg hogyha a külső nézetben is váltasz, akkor ilyen epic nagynak tűnik. De várjál, most ki is fogok szállni, meg fogjuk ezt nézni. Itt megállunk egy kicsit, behúzzuk a kéziféket, kiszállok, és akkor megnézzük, hogy tényleg nézd már meg, hogy így érted? Hogy itt tényleg úgy érzed, hogy azt a betyár, hogy ez egy ilyen pöszben nagy gép, nézd már meg. Hát ez így van, hogy a pótkocsi tetejét így nem érnéd el, hanem így nézelődnél körülött, és külső nézetbe, figyeld, és így mellé állok a gépnek, így látszik, hogy azért ez mekkora. És ez tényleg, ez is egy olyan, nem tudom miért, de nem adja ezt az érzést a izé. Nem mondja ezt az érzést a farming. Egyébként nem véletlenül most már rájöttem, hogy az FUV-t nem véletlenül nem lehetett állítgatni ebbe a játékba, mert így, ahogy ők ezek beállították, így adja vissza leginkább szerintem a valósághűséget.
Kutya, mennyi! Hát kutya! Nem látod, hogy New York Lissabonna szemben van, te kutya? Fele néző szerintem nem érti ezt a bémet. Ó, nagyon imádom egyébként. Direkt ilyen lassabb megyek. Nagyon tetszik, nagyon tetszik. Hogy tényleg ilyen rohadt nagynak tűnik ez a gép. Na, és mi ez? Mik azok a kijelzők? Vannak kijelzők? Mutatja, hogy mennyi van a silóba, vagy hogy van? Ezt meg akarja nézni a keeper mindenki. Vagy mi az? A silónál történő kirakadáshoz lassan és egyenletesen kell előre haladni, hogy a felaprított anyag eloszolhasson. De ne is haladj túl lassan, hogy elkerüld a halmok és a kupacok kialakulását. Meg is állhatsz az első szakaszon, és így hagyhatod, hogy a rakodás automatikusan történjen. Micsoda? Szóval lehet ezt, hogy automatikusan kirakodja? Jó, megjött a keeper, meghozta. Ja, hogy? Ez így működik, aha. Rakod ki. U-val van itt a kirakodás, jó. Én akkor most itt már nyomok egy út. És akkor, ja, megvárom, hogy megvárom. Oké, és akkor megpróbálom így egyenletesen kirakodni. És basszus, ezt a gépi munkás megcsinálta. És igen, tényleg ugye, hogy ne keletkezzenek ilyen nagy kupacok, hanem így próbáld meg egyenletesen kirakni. És ez tök ilyen valóságban is így működik nyilván. Hát ezt nem valami jól raktam, szerintem majd izéri kell tolólapozni, vagy nem tudom. Ajaj, várjál, ilyenkor stoppot nyomok. Aha. Jó, oké. Mert akkor inkább azt csinálom, hogy megyek még egy kört és mellé rakom, tudod. Mindjárt mellé rakja a keeper. Nem ide rakjuk, a baloldaliba kellett ugye. Nyomok még egy sort. Ó, még arra vagyok kíváncsi egyébként, hogy föl lehet-e menni rá. Azt a betyár. Na jó van. És akkor nyomunk egy út megint, aztán megint elkezdjük rakodni ide az őrület kifele. Úgy. És meg kell várni még. Hát ez lehet, hogy földöntöm a traktort, az arra lesz jó, az majdnem felborítottam ezt a dögöt. Majdnem sikerült feldöntenem. Az így ilyen tutoriálban már kapásból jó lett volna, hogy ilyen hülye vagyok, hogy felborítom. Oké, fejezd be a mezőkaszt betakarítását. Én ezt most kihagyom. Sikeresen mezőni, oké, mert kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a következő. Mi ez? Mit ír? Kaszálás. Következő opciális bemutató csemege kukorica. Jó, hát figyeljetek, nem tudom. Egyébként ez tök gáz, mert inkább nem sorba megy. Kaszálás, legyünk kaszálás, nem? A csemege kukorica az nem tudom mi az. Mi az, hogy csemege kukorica? Az megint egy valami másfajta módja. Tehát az nem is takarmány, és nem is gabonaként fogjuk azt alka. Mi az, hogy csemege kukorica? Ne szórakozzatok, gyerekek! Akkor csemege kukorica, azt konkrétan gondolom izének kell. De most nem azt csináljuk, most a kaszálást fogjuk csinálni. Hát bele vagyok bonyolódva, gyerekek, de egyébként mindig tiszta lesz a legvégére. Na, ebben a bemutatóban megmutatjuk, hogy kell betakarítani a füvet és területet oldalkaszával. A borához vagy a kukoricához képest a fű sokkal gyorsabban növekszik, jó szezonban egy mezőt négyszer is le lehet kaszálni. Nagyon jó. Kezdés. Van egy ilyen kis géppel megyünk, egy 5-30-assal viszonylag kicsi. Oké, testvéreim, aztán már így a csatlakoztatnom kell, oké. Most nem szálltam ki hozzá, bocsánat, hanem haladási legyen, jó. Ezért mondjuk egy ilyet nyomunk. És ezeket sajnos nem lehet matatni, ezeket a monitorokat. Na menjünk. Hát menjünk, kaszálni fogunk, gyerekek. Kaszakő, mi az apád? Érted? Jó, csapjuk neki. Egyébként ezek a traktorok viszont tök fürgék. De hát ugye viszonylag erőtlenek. Na, roppant kíváncsi leszek. Hoppá, bokros, bevegyünk. Ugye ez a kaszálás, ez valami újat tud-e mutatni nekem? A farminghoz képest. Hát mit tudnám újat mutatni? Hát szerintem semmit. Mindig így állok hozzá, azt mindig így meglepődök. Na, a diszkó 27-50-e egy hátsó kasza, amelyet a traktor oldalirányban vezet. Ez azt jelenti, hogy kaszáláskor a sorhoz képest mindig eltolva haladsz. Értettem. Hajtsuk ki a kaszát.
hogy mozgatja a gépeket. Indítsd be a Disco 2750-es, tehát ez a néven már tetszik. Engedd le a kaszád V. Végezd el a kaszálást az első fordulón. Jó. És ez hol kell? Ilyenkor, ja. Ilyenkor a kéket kell figyelnem, és akkor ott megy ugye a kasza. Jó. De akkor csapjuk neki, raktam neki egy T-t ugye. Az ugye kiválasztja a megfelelő sebességet. Szuper, gyereke. Eddig újat nem látok, hogy tudod volna nekem mutatni a röncöl. Annyi, hogy tök jó mozgok fizikával, ugye, ha megvan írva egy ilyen játékhoz egy ilyen csodálatosan jó fizika, akkor az jó, mert azon már nem kell nagyon bűvészkedni, onnantól a különböző műveleteket szépen tudod csinálni. Oké. Okay. Emelt fel a kaszát. Tolassa a jelzett pozícióba. Egy dolog érdekes, hogy ugye amikor nincs benne a kasza a fűbe, akkor jobban pörög. Ez tök durva. Várjál, engedd le a kaszát. Várjál. Nem. Hülyeséget csinált a creeper. Állj! Hülyeséget csinált. De jó helyen vagyok, egy basszus. Valamit nem jól csináltam, gyerekek. Okos voltam. Összekevertem a dolgokat. Becsukom, meg kinyitom, mert nem nyillott ki rendesen. Aha, ez egy ilyen kasza. Azt hittem, hogy ilyen dobok, de nem. Oké, okay. Jó, én belső nézetben ezt jobban élem, gyerekek, bocsánat. Jó, itt is ugye akkor körbe húzzuk egyszer. Na, érdekes lesz az egész. Emeld fel a kaszát, tolassunk vissza. Egyébként ez a megoldás, ez nem rossz. Engedd le a kaszát. És akkor mehetünk tovább. Jó, most itt ilyen fűbe tök jól elmegy ez a kicsi gép is, szépen. Nincsen sár. Szépen lekaszálunk, nincsen semmi probléma, hogy gyerekek. Bár itt vagyok egy a szélén egy kicsit, de hát annyi baj legyen. Ugye? Jó. Nagyon érdekel, hogy milyen újdonságot tud még itt mutatni. Mert eddig körülbelül minden munkafolyamatnál így meglepett az egész rendszer, ez az egész játék. Várom, hogy meg így leessen az állam. Annyira magasak az elvárások már ezzel a játékkal kapcsolatban számomra. Okosba. Ne menjünk neki a izének. Úgy. Hát, föl, engedd le a kasszát. Jó, nyugalom. Még nem álltam be a sorra, testvérem. Még nem álltam be. Meg vagyok. Most engedem a kaszát. Végezd a negyedik fordulót. Jó. Hát eddig nem valami nagy újdonságok vannak, de hát mondjuk mit kéne feltalálnia? Emeld fel a kaszát. Jó. Mivel a kaszálás oldalányba húzzuk, ezzel a berendezéssel betakarítás közben nem fel is lehaladunk a sorok mellé, hanem ez mindenképpen körkörösen kell. Kívülről befele, amíg el nem érünk a középpontig. Most elvégezheted a mozgó kaszálását, vagy kihagyhatod. Ja, ugye hát mindig azt úgy kell csinálnom, hogy körbe-körbe. Úgyhogy hülye vagyok, hát nem fordulót csináltunk, hanem ezt így oldottuk meg. Hát figyelj, kihagyom mindenképp, menni kell tovább. Megtanuljuk, hogyan gyűjtsük össze a füvet. Rendképezés. A rendképezés. Hát ugye lekaszálod, attól még nem lesz rendben, mivel ez egy sima kasza volt, amelyik széterítette az egész mezőn a füvet. És rendet kellene képezni. De várjál is, hogyha én szénát akarok, akkor mi van? Akkor hagyni kell rajta földön? Kell forgatni? Hogy van ez? Mennyire van részletesebb megcsinálva? Hogy nézem meg, hogy mennyire száraz a széna? Úgyhogy van egy csomó, annyi kérdésem van. Ezt végigcsinálom, ezt az oktatóanyagot, beleugrunk a fejest a dolgokban. Na mi? Ebben az oktatóanyagban a mezőn a kaszált füvet 3 méteres gerebjével a klassz liner 500-zal rendezed össze. A rendet ezután egy szillás pótkocsi, a Hammer Szillás King 40 gyűjti össze és viszi az istálóba. Akkor lehet, hogy egy szép munkás megint ki lesz mellém rendelve. Jaj, de jól néz ki ez a traktor, hogy rohadjál meg. Mindig más fényviszonyban más hatásra van. Gyerekek, jaj. Igen, csatlakoztatjuk. Nem szállok ki, de egyébként csak azért, hogy pörögjön a gameplay valamilyen szinten. Oké? Okay. Míg vannak olyan kaszák, amelyek szállítószalagok segítségével a füvet egyenesen rendforgatókba rakják,
Ez csak a nagyobb vállalkozásoknál és az ott alkalmazott gépeknél megszokott. A legtöbb kasza teljes szélességében hagyja maga mögött a lekaszált füvet. Még a bálázók is, amelyek hátul dobják maguk mögé a füvet, szétszórják azt. Emiatt a legtöbb esetben rendképzőre van szükség, hogy lehetővé tegye a szilás pótkocsival történő összegyűjtését, vagy a bálázóval történő további feldolgozást. Értette a képer? Értette, igen. Ez mi az a nagy laprajz? Aha. Tehát, hogyha nem ilyen nagyon-nagyon-nagyon high-tech gazdaságunk van, akkor ott a nyuszi. Nyuszi, én le akarom lőni, mint a Seven Days to Die-ba, komolyan. Akkor ugye szükségünk van. De várj, ez már, széna témával? Meg van száradva, vagy mi van itt, gyerekek? Hol kell bennem egyáltalán? Ez megszáradt, basszus. Ez széna lett? Olyan, mint a szalma lenne. Most ez egyébként mi? Tényleg most nem tudom. Hát szalma nem lehet. Azt nem mondjátok, hogy a izét a föl... Nem, azt nem lehet. A szárzúzósot nem tudod izérni utána összeszedni. Eljön jelzett pozícióba, jó, ez széna. Akkor a szénát így meg tudod különböztetni, hogy mikor száradt le. Oké, hajtsd ki a izét. Gyerekek, figyelj, ez összerakja. Ilyet ezt így össze kell pakolni a basszus a belósnak. Mi az nagyon komoly. Jó, hát egyébként a gépeket ugye megnézhetnénk, hogy mit tud, meg hátramész, egy csomó mindent lehet rajt mozgatni. De tényleg... Aha. Ja, és akkor oda veri neki, annak a lapnak, és akkor ott lesz a... jól néz ki, tesó. Jól néz ki. Engedjük le. A rotorok nagy sebességgel az óramutató járásával ellentést és irányban forognak, a fogak megragadják a fűszárát és terelő laporthoz hajítják. Ezzel a módszerrel rendképző az összes szárat a teljes szélességben halomba rakja. Igen, oké. Okay. Akkor mehetek, barátaim? Oké. Okay. Jó. Menjünk. Hajrá, gyerekek, hajrá! Jó, hát ez úgy működik, ahogy kell, oké. Okay. Nagyon jó. Tetszik. Tetszik egyébként. Bár, ja, érdekes ennek a szénának ugye a színe. Ez nekem egy kicsit ilyen nagyon sárga. De hát jó. Gondolom akarták csinálni, hogy látszon rajta. Lehet, hogy egyébként van több fokozata is. Azt is el tudom képzelni, hogy ilyen barnás utána, de meg ugye ilyen sárga. És akkor így látod, hogy mi a túró van. Ezt mindig akarom matatni, most mondta, hogy nézem, hogy ezt matassam. De nem lehet, sajnos a fedélzeti kompjútor. Nem, már itt a csávó, figyeld! Megjött a csávó. Na, erre kíváncsi vagyok, most ezt ő fogja csinálni? Jó, és ugye itt meg fölhajlanak ezek a karmok, és akkor kifele nem dobják, hanem akkor visszavegy, és akkor belülről folytatja tovább. Na, a gyerek azt fogja összeszedni? Ez jó lesz, érdekes lesz. Egy hamsterrel, jobban mondom, egy hammerrel. Emeljük fel. Oké, menjünk a következő sorra. Ja igen, és hogyha így visszafele csinálom, akkor ezt a sort is ugyanoda fogja dobni, ugye? És tehát akkor nem kell... Várjátok, arra nagyon kíváncsi, de amikor nekitolatok ennek a fának, milyen hangja van? Azért az erős lenne, hogy megcsinálnák, hogy... Jó, érdekel. Nem. Nem jó, nem lehet. Oké. Okay. Jó, már nem mit akarok várba azzal, hogy hogy szilánkok szakadjanak ki a fából, nem? Komolyan, igen, már tényleg nagyok az elvárásaim. Lehet, hogy volt, ami kiírta is, hogy azért vannak... Ájjájjájjájjáj. Most visszamegyünk a mezőn, át ellenkező irányba, azonban nem új rendet alakítunk ki, hanem a korábban létrehozott rendet bővítjük. Látjátok, ide dobáltuk? Utána azt meg oda rádobáljuk. Nagyon jó. Ez nagyon jó, azt tetszik. Jók ezek a tutoriálok, rohadt jók. És akkor konkrétan ugyanoda rádobatod. És akkor kettő sorból lesz egy rend. Hát ezeket gyerekek, ezeket tök jó megtanulni szerintem. Komolyan mondom, ilyen mezőgazdasági alapismeretek óra van. Körülbelül úgy érzem magam néha. Ez nagyon szuper. És a csávó az nem akar esetleg jönni, hogy fölszedje? Végezd el a munkát a második soron. Megyek. Szerintem jön a csávó, azt mindjárt fölkapja. Vagy lehet, hogy nekem kell. Jó van, tutoriál van, de hogy már mindent más csinálja helyettem, igaz? Srácok.
Hát ez tök jó néz ki. És hogy billeg a gép, tényleg ahogy így érzed, hogy van súlya. És minden gépnek tök más, ez tök más, hogy billeg, mint például egy nagy, nagy az ilyen nagy lomha dög. Okay. Emeld fel. Kapcsolt ki a klassz, aha, jó van, oké, ide nem kell, már félre is állok, gyerekek. Na ma most látom, hogy el kell mennem innen. Állítsd le a traktort a mező mellett. Gyerekek, úgy érzem magam komolyabb, mint az iskolában, halljátok? Ja, várjál, mondjuk le kellett volna állítani, nem? Komma. Leállítottam. Főnök, mehetek? És mi az? Nem tetszik neki. Ja, bazze, megvan, hogy hova kell vennem. Hó, bocsánat. Várjál. Hogy mozog ez az egész szerelvény rajtunk, tök jó. Oda rátolatok, jó barátom. Itt jó lesz neked? Oké. Okay. Docba kell beszállnunk, gondoltam. Ezt megállítom, gyerekek. Ne ketyegjél itt. Ajtót beteszem, nehogy bemenjenek a bogarakba ezzel. Hol van az ajtókilincsem? Basza, és innen nem látsz rá? Ha nem csak innen? Mert nyilván, nem? Jó, oda végig batyogok, hát akkor már elvehette volna a traktora, hogy a szemed állja a bag, testvérem. Megyünk a dolca, összekapjuk, akkor gondolom be kell vinni. És ez hova? Hát ha nem eladásra viszem, akkor hova tudom rakni a szénát? Egyből az állatoknak? Hogy van valami szénatároló? Ez a docu azért adja, ez is tetszik nagyon. Aha, ez egy ilyen fölszerőkocsi, jajaja. Oké, a rendet begyűjtjük a szillás sportkocsival. A szillás sportkocsi előső részén egy felszerő van, amely megragadja, felhakolja a rendet. Ehhez hajts a traktor a rend közepében. Jajaja. Hoppá. Jó, megjöttem. Kapcsolt be a Hammer, az a neve, hogy Hammer. Tudom, egyébként hamsternek szokták nevezni. Bekapcsoljuk. Engedd le a felszerőt. És egyébként ez is el tud akadni, most ránézek egy kicsit. Mert ugye az ilyenek azok el tudnak akadni. És ez tök érdekes szerintem. Szerintem, hogy miket lehet itt kütyürögni rajta. Nem tudok valamit bizergálni. Nagyon tetszik. És így mozgatja a gépet, basszus, ahogy hajtja a gardán. Látod? Hol a gardán? Hogy ez mi ez? Hidropneumatikus hajtással van megoldva? Ugye vannak olyan rendszerek is, amikor ilyen hidromotorral hajtanak bizonyos eszközöket. Ez akkor szerintem az. Mert gondolom nem hagynák le a kardánt, hanem nincs. De ott van a kardán meghajtás, az miért nincs beködve? Valami hiba van? Vagy pedig van pneumatikus verziója is ennek? Viszont ahogy mozgatja, az nem gyenge. Ja, hát nem tudom, én találtam egy hibát. Nincs kardánunk. De nem hiszem, hogy egy ilyet elkövetnének, úgyhogy gyanús gyerekek. Igen, itt is ugye arra kell figyelni, hogy ne tömöljön el, hát ezt már tudjuk. Úgyhogy akkor menjünk. Ugye arra is kell figyelni, hogyha az előttünk lévő milyen rendet rakott. Mármint, hogy ez ugye változhat, attól függően, hogy szedte össze. Ennyi erővel ugye össze tudod a rendet rakni egy kupocba is, hogy átrakod ide, még egyszer mész. Úgyhogy többször odébb dobatod, aztán tudnak olyat csinálni. Viszont tök jó, hogy mozog rajta ez a henger. Nagyon jó a felhordó. Viszont a kardánt az hiányolom, nem tudom, gyerekek. Írjátok meg, hogy ez mi miatt lehet. Várjál, mi az? Állj! Gyújtsd be a rendet. Ha felszeded és el akart, távolítsd el a szalmát. Azt nem mondta, hogy el akart. Jó, hát ez csak izai oktató. Nem akadt el, gyerek. Mehetünk tovább. Nem akadt el. Ja, el tud akadni, ugye akkor le kell szállnod, azt ki kell tépkedned belőle a szalmát. Megcsináljuk azt? Elakasztjuk? Le kéne akasztanom.
Nem akar. Épp hogy egyébként még föl tudta szedni, 90-valahány százalékot pörgött. Jó, nem akasztott el. Emeld fel a felszerelőt. Jó, állítsd meg a gépet. Szilás előállítására vagy az állatok takarmányozására lehet használni. Hajtsd az istálóhoz. Na. Megyünk, hajtunk. Egy kettőtét nyomok. Aztán akkor egy ilyen, nem tudom hányos fokot, mennyivel megyünk, 12-vel? Nyomok még egyszer egy tét. Ugye minden ténél emelkedik a sebességi fokozatunk. Rohadt jó néz ki, mekkora dög ez. De tényleg a kardán tengelyt, azt nem tudom, hogy vagy gardán tengelyt, az miért nincsen. A tükör az nem igazán jól beállítva. Tök jó a fizika, és azon, mindig azon csodálkozok, hogy mennyire jól néz ki. Ez a tükör, ezt kiállította be, bazzai valami, kinek volt ez belőle? Hát normális vagy testvére? Valahogy nem az igazából. Így kéne valahogy állja. Jó, még egy tét nyomunk. Oké. Van egy csomó kijelző, azt nézegetem, hogy mik vannak. Kilométer per óra, fordulatszám, üzemanyagjelző, 11 óra 37 van, az is tök jó egyébként. Fordulatszám mérő ott van, izében is, analógba is. Meg a különböző dolgoknak visszajelzőjük van. Látod? Úgyhogy szerintem az összkeréknek is van, csak ugye eddig nem nagyon nézegettük. Na, hova kell? Tök jó, így be ki tud zoomolni teljesen, és olyan, mint hogyha ilyen full ilyen izével lenne, ilyen panorámába. De így szerintem így a baráti. Körülbelül eddig látunk a valóságban is. Menj innen, kutya! Hát előtlek, te szerencsétlen. Mindjárt ráordítok. Nem vissza Edre! A hülye képer, beleéli magát. Macska! Hát komolyan mondom, ezek az állatok megőrjétenek! Macska, meg izé. Na, ide kell jönni? Takarmányozunk az állatoknak, új, új. Beférünk ide ezzel a kotlával, bazza, mekkora ez te? Jézus, várj az ajtót, becsukom, öcsém! Ez nagyon durva. Jaj, a traktorra bemenni ide. Áj, azért érzitek, nem? Hogy mekkora testes dög, meg ráadásul, hogy van súlya, nagyon adja, nagyon érezni. Transport box, figyeled? Ott tudod izelni. Szállítani az állatokat. Egy darab marhánk van, hát annak elég lesz ugye ezzel. Befértünk, jó? Rakodjunk ki. Aha, ezt ide rakja, jó. Oké. Okay. Most már tudod, hol kell összegyűjteni a frissen kaszált füvet, és hogyan kell etetni vele az állatokat. A friss fűből széna is készíthető. Várjál, szerintem ez egyébként széna volt. A következő oktatóanyagban megtudhatod, hogyan. Ja, ez csak a fű volt? Akkor még jön a széna. Széna begyűjtés. Szerintem ezt még csináljuk meg, nem? A fű és széna. És akkor meg lesz. Kezdés. Jó, oké. Okay. Akkor ez fű volt, basszus. Akkor szénát hát annyi, hogy szerintem meg kell forgatni. Vagy nem tudom. Ez jó volt. Élvezetes. Maga az, hogy tök más a fizika, meg tök ilyen professzionális konkrétan az egész játék. Ez ad hozzá egy akkora feelinget, hogy akkora ilyen vibe-ot, hogy sokkal élvezetesebb bele még az alapműveleteket is megcsinálni. Ebben az oktatóanyag meg megismerhetsz a 6 méter széles rendforgató kezelésével. A terület adatlap ablakot is felhasználjuk a rendek nedvesség szintjének ellenőrzésére. Miben az 5.30-asban? Mokka, takaroci van. Jó, és ez mi ez? Ezt most az elejére kell rakni, vagy mi a pecsem? Na. Jaj, nem, kikökerüli. Majdnem neki olyan durrantotta, mert rosszul rakták ide. Mi ez? Tegnap este kaszálták a mezőt, a lekaszált fű általában nedves. A füvet ezután szárítani kell, hogy a széna képződjön. Hát erre kíváncsi voltam, ez jó. Jó, jövök. Nedves a fű, hát... Az egy kellemetlen dolog. Jó, hajtsa 15-es mellőre. Tényleg most azért nem csinálom ezt a felcsatlakozást, meg mindent,
hogyha majd lesz a gameplay sorozat, akkor mindenképp fogom. Viszont most az legyen, hogy azért pörgessük egy kicsit. Hogy ne kelljen mindent így végignéznetek százszor, hogy kiszállok, fölcsatlakoztatok, meg ilyesmi. Na, akkor ez a fű, akkor ez ilyen sárga alapban a fű, érdekes egyébként. Ezt nem tudom, miért így csinálták. Nem tudom, mi ez, miért így működik. Jó nagy fű van itt is, baze. Jó. Igen, szállj ki. Ki? Szálljak ki? Mi az anyámnak? Nem a kiköszállom. Nem örülök neki. Olyan jó légkord is van itt. Sétálj ki a mezőre. Na, a terület adatlap, ablakok megmutatják a mezőn lévő rendek állapotát. Látható, mit és mennyit kaszáltál. Az is kiderül, hogyan szárad jelenleg a kaszált fű. Ehhez a rendek felső és alsó részre vannak felosztva. A bal oldalon lévő százalék a felső nedvesség szintet, a jobb oldali pedig az alsó nedvesség szintet mutatja. Mivel kell előhoznom ezt? A felül lévő fű sokkal gyorsabban szárad, mint az, ami alul van. A forgató segítséggel forgasd át, hogy az alul lévő nedves fű gyorsabban szállhatasson. Ezt a munkát időjárástól függően naponta egyszer vagy kétszer kell elvégezni. Hallod? Hát ez nem az, hogy egyszer átforgatod, az kész. Csak az a baj, hogy nem tudom, hogy mivel kellett előhozni azt a izét. Fú, basszus, meg kéne néznem, gyerekek, ne arra ugyatok rá, de nekem nagyon zavar, hogy ezt nem tudom, hogy mi az a. Általános, jármű, várja. Nem jármű. Ez nagyon érdekel, mert ezelőtt se tudtam. Világítás. Figyelj, belső világítás. Na, vannak vizények, munkalámpák, ja, vannak ilyen felhasználói felület, radiális, billentyűzi kiadatás, F2, felhasználói felület, beki, minimap kamera, látószögmező, ja, azt is tudod akkor, kamera nagyítás, mindent. Jobbra néz, balra néz, figyelj, tudsz pluszba is beállítani. Hát ez nem jó, várj, akkor talán az F2-nél kidobja a megérhasználat. Előre, hátra, balra, futás, teljes közönség. Állatok elhajtása. Baszta nem tudom, elfelejtettem, hogy mi az. Radiál menüből se tudod előhozni. Ugye van egy, most nem akarom végig próbálgatni a billentyűket. Van egy olyan, amivel így, nem tudom, basszus, majd melyik az, nem haragudjatok. Hoppá, hát ez jó, sikerült beülnem. Hajtsd ki a rendforgatót, na mindegy. Amivel ugye tudod nézni minden területnél, négyzetméter pontosan, hogy éppen mi fontos számodra. Itt ugye akkor azt tudnánk megnézni, hogyha lenne annyi esze a keepernek, hogy mi volt ez a billentyű, hogy milyen nedves alul a szalma, milyen nedves felül a szalma, és ugye nyilván akkor kell megforgatni, amikor alul nedves, fölül meg már kell száradni, vagy jobban száradt. Úgyhogy ez nem egy nagy megfejtés. Oké, leengedjük. A rendforgató forgó részeiben most megforgatják a füvet, elszórják, majd ismét a járműszerelvény mögé rakják. Jó. Ezt meg akarom nézni kívülről videóképpen. Végezzük el az első soron. Ó, bazze. Hát ez jól néz ki, öcsém. Azért ez jól néz ki, nem? Ez marha jó. Ez jól néz ki, testvéreim. Azt a betyár, én nem gondoltam volna, hogy ez ilyen. Azt hittem, hogy ilyen forogasztás, semmi nem történik, nem? És rendes, az a durva, hogy tényleg felszedi, mert nézd meg, eltűnik onnan, és tényleg kiszórja. Ez nagyon kemény, gyerekek. Ez marha jó. Végezd el a munkát, de tényleg az, hogy felszedi, érted? Nem csak egy ilyen, hogy mondjam, hogy végig viszel egy eszközt rajta, és akkor fölül íródnak a dolgok, hogy a nedvesség szín, meg ugye megcserélődik az alsó, meg a felső rész, hanem tényleg ez meg is történik, így grafikailag is, meg játék mechanikailag is. Mert tényleg eltávolítja onnan, és tényleg kiszórja. Jó, tetszik, nagyon jó. Oké, emeld fel a vévet. Mehetek a következő sorra? Testvéreim. Ja, mindig át akarok fordulni egyébként. Így teljesen 360 fokot, de nem engedi, mert ugye hát a csávónak megakad a nyoka. Jó, igen, engedjük le. Ahol lehetőség
Lehetséges, győződj meg róla, hogy nincs átfedés az előző sorral. Ellenkező esetben a nedves oldal visszaforgatod alulra. Érted? Úgyhogy ez tök izé, tök fontos, hogy nehogy azt csináld, hogy még egyszer átforgatod, mert akkor izé, mert akkor a megint bekerül alulra. De figyeld, más színe lett. Hoppá, más színe lett. Van, akkor ezeknek látszik a nedvesség vizuálisan is, látod, hogy látszik, hogy nedves az a rész, amelyiket már forgattuk. Ez viszont baráti, ez jó. Ez tetszik. Ez gyerekek, ez jó. Jó, hát azt, hogyha szénát akarunk csinálni, nem füvet, fölszedni egyből, akkor ezt így kell csinálni. Az egy kicsit zavaró, hogy ugyanaz a textúrája kb. A fűnek, meg a izének, meg a szénának, hát ez nekem nem tetszik. A fűnek simán maradhatod volna, nem tudom, zöld, nem? Nem tudom, miért kellett, hogy sárga legyen az is. Lehet, hogy egyébként a tutoriálban itt egy kicsit belekeveredtek. Én van egy olyan érzésem, hogy a zöld az fű fog, vagy maradni fog zöld a fű. Úgyhogy azt szerintem a tutoriálnak a hiányossága. Simán kinézem belőle. Mi ez? Kapcsolt ki a rendszerőt. Na álljál már meg, testvérem. Oké, okay. Most megálltál, vagy elindultál bazze? Állj meg! Én még egy darabig tovább pörögében megnyomtam még egyszer a B-t, oké? Okay? Szállj ki, hát az anyád úristene. Na. Kiszállok. Sétálj az átforgatott fűhöz. Itt vagyok. Aktiváld a terület arra... Jaj, az altal lehet. Jó, oké. Okay. Ahogy a nedvesség szintől is látszik, megforgatta füvet, de a nedvesség adatok nem fordultak meg. A forgató nem működik tökéletesen, és nem tudja pontosan 180 fokkal megfordítani a füvet. Forgatáskor a felül lévő rész keveredik az eddig alul elhelyezkedő fűvel. Ez egy másik ok annak, hogy a forgatást többször meg kell ismételni. Arra is ugye, hogy ne csinálj túl gyakran, különben a fű folyamatosan keveredik, és nem az alja, sem a tetején nem lesz képes száradni. Ez is tök logikus. Egyébként az altal tudod megnézni, ugye? Itt van, hogy a felső része az 62% a nedvesség tartalma, az alsónak 56. És ugye megnézzük a nem forgatottat, akkor elvileg itt a 69 és 52. Tehát az alsónak ugye nagyobb az nedvesség tartalma, meg nincs megforgatva. Viszont ugye arra kell figyelni, ahogy mondja itt a leírás, hogy az se jó, hogyha mindig forgatott, mert akkor mind a kettő egyforma lesz. Hanem azt kell csinálni, hogy meg kell várni, míg jó szárad a teteje, és akkor meg kell forgatnod, és akkor utána szárad az alja. De ugye valamennyire keveredik is az a dolog, és az is tökéletű. Rohancia úr, nekem nagyon tetszik, és az altal lehet. Az altal tudsz ilyen területeket, és ugye mindig az aktuális, most nem tudom, itt ezt ki fogja mutatni a tutoriál, miért lehet, hogy nem, de egyébként, ja itt ezt nem, ezeket nem mutatja, de ugye mindenképpen meg tudod nézni, hogy a területek, azok mit tudom én, milyen nedvesek, meg mindenféle infót így ki tudsz belőlük sajtolni. Oké, okay. Várj estig. Oké, okay. Jó, este van, több óra telt el, így újra... Bassza, mi ez a sötét? Úristen! Nem mondod? Nem mondod, hogy itt tényleg... Ezt erre voltam kíváncsi, nem volt eddig egy sötét nap, hogy itt tényleg korom sötét lesz éjszaka, úgy, mint amennyire beharangozták Farming Simulator 25-ben, hogy végre normális fényviszonyok lesznek. Hogyha nézd, milyen az éjszaka? Hallod, kell kapcsolnod a lámpát, de várjál! Több óra telt el, így újra ellenőrizheted a nedvesség szintet. Mint láthatóak, a rendek sokkal szárazabbak. Várjunk még egy kicsit, és nézzük meg, hogy jön változik a nedvesség szint. Bazzen, várjál, bekapcsolom a gépen a világítást. Hol vannak a világítások? Jó, igen. És akkor adjunk el ki mondjuk egy hátsó munkalámpát. Ó, jaj, szerintem itt, már rakok neki egy első munkalámpát is, vagy... Igen. Szerintem itt, gyerekek... Igen. Ó, testvéreim. És ez nagyon jól néz ki. Ez nagyon jól néz ki, hogy éjszakai munkánál tényleg éjszaka dolgozok. És ugye ez nagy feature, most a Farming Simulator 25-be hype-olják, hogy jaj, de jó, hogy ilyen realisztikusan fog megjelenni, hogy tényleg sötét van éjszaka. Hát itt, öcsém, itt sötét van éjszaka. Ez nagyon jól néz ki. Szerintem attól is függ, hogy mennyire borús az ég, vagy mennyire nem, de nézd meg.
És szerintem ez távolabbról jobban látszik, hogyha egy gépet megnézem, hogy ki van világítva ott elő, ki van világítva hátul. Ó, nagyon jó, gyerekek. Na, gondoltam egyébként belepörget megint az időbe. Na mi ez? Eltelt másfél órában a fű már nem száradt tovább. Ez azért van, mert a nap lement, és akkor a hőmérséklet gyorsan csökken. De ezek a körülmények és a szárítási folyamat szerves részét képezik. Ugrás a következő napra. Látjátok, hogy így jó, azt kellett volna ugye sasolnom, hogy konkrétan nem szárad. Amiatt, mert ugye lement hidegebb van. Éjszaka meg párásabb az idő, tehát ne várjuk azt, hogy éjszaka így folyamatosan fog száradni. Hú, egyébként böszve jól néz ki ez így. Hát, nagyon csodálatos. Jó. Meg ugye van kabinvilágítás. Na mindegy, ugrunk a következő napra. Reggel 9 van, várj, ma sétálj át, nem forgatott fűhöz. Igen, átsétáltam. Nyisd meg a terület adatlap ablakot. Ha megnézed a meg nem forgatott fű nedvesség szintjét, könnyen beláthatod a forgatás fontosságát. A fű a tetején valóban szépen megszárad, de az alsó régióban még mindig nagyon nedves. A takarmányfel átlagos és szükséges nedvesség szintje ennél jóval alacsonyabb. A szénát tárolásra késznek tekintik, amennyiben az átlagos nedvesség tartalma 14%. A szénakészítéskor a bálázás, hogy a szilás pótkocsival történő összegyűjtése előtt ellenőrzi, hogy beállt-e már ez az érték. Értitek? Oda nézzé. A felső csak 9%. És az alsó, az alja, ugye a széna alja, az 56%-os. És itt meg ugye megforgattuk, itt meg 16-17% a fő teteje, és 43 az alja. Szóval ezt addig kell forgatni, hogy 14% körül rá, hogy álljon be. És ez tök jó. Ülj be a klasszba. Gyerekek, ez nagyon hosszú tutoriál, öcsém. Jaj, de szép az a traktor! Hajts vissza az első sorhoz, oké? Okay. Hajtok testvérem, hajtok. És megpörgetjük akkor ezt is. És tényleg az a lényeg, hogy ugye le kell vinnünk 14%-ra, és nyilván tényleg úgy működik a valóságban is, hogy nem, az, nem lesz ez egyből. Faszos. Az a baj, hogy nem is érdemes ezt magyarázni szerintem. Mert mindenki látja, hogy mennyire rohadt élet hülyen megcsinálták. És az is nekem annyira tetszik, hogy mondjam. Figyeld, és még sárgább lett, töcsém, vagy mi? Ja nem lesz sárgább. Azt akartam mondani, hogy hát ez így működik, ugye, hogy éjszaka, meg hogy képzeld, kifogsz egy esőt, akkor valószínűleg vissza fog menni ugye a nedvesség tartalma nagyon szarra. Tehát, hogy van ilyen dolog, közrejátszik az időjárás, a nedvesség tartalom, az éjszakák, a nappalok, a reggelek, hogy mennyi köd van, hogy mennyi, milyen idő van, ahhoz például, hogy milyen szénát tudsz előállítani, és mennyi idő alatt. Hogyha nagyon beszívod, akkor kénytelen vagy megint, mondjuk rásik egy csomó eső, akkor megint forgathatod, mert különben full nedves az egész. Jó. És az is tök jó, hogy tényleg nem átfordítja, mint egy érmét, hanem oké, hogy átfordítja, de valamennyire keveredik is. Tehát azért nem úgy működik a valóságban se, hogy így, mint egy ilyen, mit tudom, egy zsíros kenyeret megfordítod a füvet. Emelt fel, van a második sorra gyerekek. Hát ugye ez egy tényleg ez egy komolyabb folyamat, hogyha ezt akarod csinálni, ott egyébként megint más színe lett. Úgyhogy jól mondtuk, hogy megint más színe lett. Úgyhogy simán. Nagyon jó, és akkor húzzunk még egy sort. Ez remélem nem akarja leszárítatni velem ezt 14%-ra. Ja, szép időbe, nagy, napos időbe jól szárad, nyilván tavasszal nem nagyon érdemes itt szénát csinálni, hanem inkább nyáron, mint a valóságban is. Mert az Istennek nem fog megszáradni, főleg amikor az őszi esők jönnek. Akkor se akarják neki járni szénát forgatni, mert minden második nap esik rá az eső, akkor soha nem lesz belőle széna. Maximum ganaj lesz belőle, ott rohad meg a területen. Ez nekem nagyon bejön. Nekem nagyon bejön. Nekem nagyon tetszik az ilyen részletesség. És az élethű. Igazából nem bonyolult annyira, mert ez tök tanulható dolgok. Hát nehogy már abból álljon az egész, mondjuk egy farming szimulátorban mondjuk a növénytermesztés, hogy gyorsan kimegyek egy olyan kultivátorral, amelyik tud vertni, kikapcsolom a szántás igényen, kikapcsolok minden hülyeséget, hogy ne kelljen semmit csinálni. Emeld fel, jó. És akkor vetek, utána aratok, vetek, aratok, vetek, aratok, és akkor ennyiből áll, és akkor minél több pénz legyen. És akkor már 100 géppel érted, megyek leföl, ez meg tök jó, hogy ideig tart megállnia.
Szállj ki. Ha már megint szállhatok ki, várjak, kikapcsolom ezt, ne itt izé, zabálja itt rókat. Jó, sétálj a mezőre. Hát gyerekek, itt aztán ki vagyunk tarulva. Hova sétáljak, testvérem? Ide. Nézd meg a nedvesség szintet, és erősítsd meg a folytatás gomba. Igen, látom, hogy most megint ugye alulra került a nedves, szárazabb, tehát 20, alul van ugye a 23-24 nedvesség százalékos tartalmi, és 36 nedvesség tartalmú van fölül. Ugye az alsó réteg is tud egy kicsit száradni, gondolom, viszont a felső az hatványozottan jobban szárad. Mint látható, a nedvesfő ismét felül van, most tovább kell várni. Nem mondod, hogy megipárni kell. Várj estig. Szerintem ma lassan jó lesz. Ne! Esni kezdett, ez nem jót jókor, szerencsére csak egy könnyű zápor. Sajnos a széna megint kissé nedves lett, és még száradnia kell. A szénakészítés erősen időjárás függő, és olyan tényezők befolyásolják, mint a napfény, a hőmérséklet, a szél, és az eső. A szélre nem is gondoltam, mert itt ugye van szél is. A szél és az eső. A fű újra nedves lesz, és még hosszabb ideig kell szárítani, tehát mindig használd ki a napsütéses időszakokat. Az időjárás nyomon követéséhez használd a tervezés menü naptárat. Gyerekek, hát ez beszarsz, figyeld, már megint elázott. És ugye mindenhol 31 százalékos, azért, mert ugye átázott ugyanolyan mértékben, alul is, felül is. Konkrétan átázott. Nagyon jó, tetszik. Oké, folytatás. Nyisd meg a tervezés menüt. Igen. Az időjárásra, aha, azt akarja mutatni? Vagy mit akar mutatni? Válts a naptárra. Fejezd be a itt a naptárban általános áttekintést találhatsz az időjárásról. A színes időjárás járás ikonok jelentését a jobb felső sarokban található elmagyarázat ismerteti. Aha, itt van nap, enyhe felhőzet, erős felhőzet, eső. Jó. Igen. És akkor mi van itt? Minden egyes napra minden? Aha, egy hétre előre. Egy hétre előre tudja mutatni. És ide mit tudunk beradni? Sofőröket? Gyerekek. Na jó van. Ki kell léptem innen? Igen, jó, be is fejeztük. Na, gyerekek, hát basszus. Pont úgy kezdtük a videót, hogy tud-e újat mutatni ez a játék a... ugye kaszálásba, a rend képzésbe, a szénaforgatásba. És szerintem megint sikerült meglepni minket a játéknak, hogy mennyire részletesen meg van csinálva ez a része is, mert iszonyatosan részletes és tök jó összetett, és tök valósághű az egész. Úgyhogy megint le a kalappa, és minden egyes tutoriállal egyre mélyebbre ásunk így a nyúl üregébe, egyre jó, mélyebbre haladunk, és szembesülnünk kell azzal, hogy mennyire jó dolgot hoztak létre ezek a készítők. Na, köszönöm szépen a figyelmet! Jók legyetek, sziasztok!